Csak úgynevezett munkatárs kaphat szakértői belépőt a parlamentbe az országgyűlés elnökének rendelkezése szerint, de az nem derül ki, hogy ki minősül munkatársnak. A miniszterelnökség azt állítja, hogy velük Habony Árpád nincs munkaviszonyban, mégis tőlük kapott szakértői belépőt. Habony körül minden rejtélyes. Miből származik a befolyása? Miből él? Miért van parlamenti belépője? Benyúlít a összeállítása. Talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű. Habony Árpád először még 2001-ben koronaőrként járt a parlamentben. Azóta viszont már sokszor megfordult a házban. Habony sokat mozog fideszes politikusok körül, és az is tudható, hogy a miniszterelnök egyik legfontosabb tanácsadója. És bár ezt évek óta mindenki tudja, hivatalos kapcsolatot soha nem lehetett kimutatni. Habony Árpád belépője és az ebből következő munka viszont csak azért érdekes, mert fényűzően él. Bejárta a sajtót ez a fotó, amelyen Habony egy félmilliós gucci -táskával sétál a parlament előtt. A kérdés az, hogy ha senki sem alkalmazza, miből tellik erre? De minden uh, politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Uh, nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Én ismerem Habony Árpádot többször találkoztam vele, rendszeresen találkozom vele, kikérem bizonyos kérdésekben a véleményét, de nekem nincs tanácsadói vagy hivatalos viszonyom vele. Az RTL Klub házon kívül című műsorának ismerték el először vezető fideszes politikusok, hogy segíti a munkájukat habony. Nem sokkal később az is kiderült, hogy állandó szakértői parlamenti belépője van. A házelnöki rendelkezések egyik paragrafusa szerint kapott habony állandó belépőt. Ebben az áll, hogy a miniszterelnökség szakértői belépőt országgyűlési ügyekkel foglalkozó munkatársainak igényelhet. A miniszterelnökség viszont azt írta az MTI kérdésére, hogy Habony Árpád a miniszterelnökséggel sem kormányzati szolgálati, sem megbízási, sem más jogviszonyban nem állt, és jelenleg sem áll. Ezért az országgyűlés hivatalától szerettük volna megtudni, hogy mit jelent a munkatárs kifejezés, szükséges-e munkaviszony, vizsgálják-e mivel foglalkozik a szakértő, visszavonható-e a belépő, pontosan mi a belépő visszavonásának menete. De adásunkig nem kaptunk választ. Egy-egy országgyűlési képviselő három szakértőt vagy asszisztenst alkalmazhat. Megkérdeztük az ellenzéki pártokat, hogy ők hány szakértői belépőt igényeltek és milyen feltételekkel. A legtöbbjük kihasználja a keretet, és mindenki azt mondta, hogy az országgyűlés hivatalával, a frakcióval vagy a képviselővel munkaviszonyban is állnak ezek a szakértők. Benyó Rita, 7.24.